Kárpátalja magyar kirendeltségeihez vasárnap egész nap virágokat és mécseseket vittek a helyiek. A városlakók Beregszászban és Ungváron is megemlékeztek az olaszországi buszbalesetben elhunyt magyar diákokról. A vidék különböző felekezetű templomaiban is imádkoztak az elhunytakért. Vasárnap már kora reggeltől vitték a virágokat és a mécseseket Magyarország beregszászi főkonzulátusa elé a helyiek. Nem volt ez másképp a délutáni órákban sem. Akkor is folyamatosan érkeztek az emberek. Egyesek mécseseket gyújtottak, mások virágokat helyeztek el a bejárat előtt. Beregszászban nagyon-nagyon nagy átérzéssel és mély együttérzéssel fogadták ezt a tragikus hírt, és úgy látom, hogy a város, a járás együtt érez. El kell mondanom, hogy sok városi vezetőtől, Felső-Tiszavidékről, szomszédos járásokból is kaptam leveleket, együttérző üzeneteket és telefonhívásokat. Voltak olyanok is, akik távolabbi településről érkeztek leróni kegyeletüket. Együttérzünk a szülőkkel, együttérzünk a hozzátartozókkal, és itt a helyünk a megemlékezésen, hiszen nem csak az ünnepekben kell az anyaország rendezvényein részt vennünk, hanem a bajban is itt kell lennünk és együtt érezni a nemzettel. Beregszászban a város különböző felekezetű templomaiban is imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért. Imádkoztunk azokért a halottakért, áldozatokért, akik a katasztrófában meghaltak. Együtt érzünk a családjaikkal és Magyarországgal. A beregszászi városháza magyar zászlajára is felkerült a gyászszalag. Nehéz a helyzete hozzátartozóknak. Beregszász és közössége együtt érez, és a városházán a magyar zászlón rajta lesz a fekete szallag, és együtt érzünk holnap a magyar testvéreinkkel. Ez pedig már Ungvár az esti órákban. A kárpátaljai megyeszékhelyen még ekkor is mécseseket gyújtottak és virágokat helyeztek el a helyi lakosok a magyar főkonzulátus épülete előtt. Az intézmény kerítésére többen virágcsokrokat raktak. Akadtak olyanok is, akik játékokat, plüssállatokat tettek a gyertyák mellé. Szörnyű tragédia történt a szomszédunkban, a barátainknál Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valamennyi ukrán, akár csak én most, együtt érez a hozzátartozókkal, mondta ez az ukrán nő. A konzulátus munkatársai az MTVA stábjának elmondták, hogy az ungváriak egész nap hozták a virágokat és a mécseseket a kirendeltség elé. Reggel óta jönnek gyerekek, családok, felnőttek, megállnak, fejet hajtanak, leteszik a megemlékezés virágát. Egy nagyon szép megemlékezést láttunk, és egyébként, ami még szívünkhöz nagyon közel állt, az is, hogy a város és a megye vezetői is eljöttek, és néma főhajtással emlékeztek meg az áldozatokról. A veronai buszbaleset áldozatairól ma is megemlékeznek majd a kárpátaljai magyar kirendeltségeken.